Folyamatosan zajlanak a fejlesztések a Markóth Ferenc kórházban, uniós, hazai és saját forrásból, számolt be róla dr. Váczit József főigazgató. Több mint 1 milliárd forintból végeznek infrastrukturális fejlesztéseket az intézményben. Ezek közül idén befejeződött a napelemes rendszer kiépítése, a lapos tető átépítése, a nővérszálló felújítása, az oktatókórházban egy skill labor kialakítása, valamint új és korszerű helyen várja a pácienseket a vérvételi labor is. Ezen kívül sor került műszerbeszerzésekre és szakképzések biztosítására a dolgozóknak. A főigazgató kiemelte, mindez annak köszönhető, hogy stabil az intézmény gazdálkodása. Célkitűzése, hogy magas színvonalú szolgáltató intézmény legyen továbbra is a kórház, ehhez nélkülözhetetlen a kollégák anyagi megbecsülése is. Az év elején bérrendezésre is sor került. Maximálisan minden támogatást megadtunk a munkatársaknak, és korábban megítélt járandóságokat nem vettünk el tőlük ezen bérrendezés kapcsán, illetőleg az egészségügyben, tehát nem a közvetlenül betegellátásban résztvevő munkatársnők, munkatársak számára, pedig biztosítjuk az országosan egyedülállóként a Markóth Ferenc kórházban azt, hogy amilyen az egészségügyi munkatársnak a bértáblája, ez szerinti bértáblát az egészségügyben dolgozó munkatársaink is megkapják. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője az eseményen elmondta, köszönet és megbecsülés illeti az egészségügyben dolgozókat, sok közös eredményt értek el együtt az elmúlt években, de van még mit tenni. Én egyik legfontosabb közéleti feladatnak és célnak azt tekintem az elkövetkezendő időszakra nézve is, hogy minél több fejlesztési forrást tudjunk idehozni az Egri kórházba, azért, hogy modern, szép és jó körülmények között lehessen itt dolgozni, és minél több jó szakember maradjon itt a kórházba, illetve minél több fiatal orvost, rezidenst tudjunk ide hívni Egerbe. A rezidenseket idén is ösztöndíjpályázattal támogatja a kórház, jelenleg 42 fiatal orvos dolgozik itt, közülük tavaly 18 fővel kötöttek ösztöndíjszerződést. A fiatalok mellett több, már végzett orvos is megkereste a kórházat munkavállalási szándékkal.